Erre mondják, hogy teher alatt nő a pálma, akkor mentél a legjobban, amikor a legnagyobb teher volt igazából rajta, hiszen az aranycsoportba kerülésért kellett küzdened a 6. kvalifikációs futamban. Ez azért mindenképp jelez egyfajta versenyzői adottságot. Hát sokat dolgozunk ezért, hogy ilyenkor is tudjunk koncentrálni, és ne törjünk össze, úgymond. Ugye, hogy még tegnap nagy volt a szám, hogy simán meg ezt az aranycsoport, nem minden, de ma 12-vel kezdtem, és akkor már az utolsó futamra ugye netesen jön ki pontban. Muszáj volt egy jót húznom. És hál' Istennek ezért is dolgozunk sportpszichológussal, és hát sikerült megnyugodnom, koncentrálnom a feladatra, és jól sikerült. Kockáztattál, vagy inkább a biztosra mentél ebben a 6. futamban? Hát tudatosan kockáztattam, úgymond nem vállaltam be ezt egy nagy rizikót, de elhoztam elsőnek egy lérajtot, utána balra kellett menni, szóval szépen kiügettem a mezőnnyel, de utána nem mentem annyira a szélére a pályának, inkább a közepén fogtam a mezőnyt, mert tudtam, hogy nekem egy ilyen 1-10-et kell hoznom, hogy ez meglegyen, az aranycsoport. Szóval utána nem, inkább biztonságra mentem, és azzal nem, elcsúszott néhány hajó. Ja, azt mondják, hogy itt nagyon sokszor változik futam közben is a szél, te is panaszkodtál, hogy nem ismered annyira a körülményeket, jobban oda kell figyelni az épp érkező felhőkre. Most azért van még 6 futam, 34. helyen állsz, alakul ez? Tehát kezded kiismerni ezt a Port Philippe-t? Ja, úgymond ma várhatóan a bal oldal fizetett minden két futamban. Viszont ahogy elnéztem az előrejelzést, megint változni fog a szél, eddig majdnem minden nap máshonnan fújt. A következő 3 napban is máshonnan fog, szóval nem nagyon lesz időn kiismerni meg. Ez még meglepetés biztos. Mi lehet mostantól kezdve a cél? Cél? Hát... Ti azt mondjátok mindketten, hogy most kezdődik a VB igazából. Igen, most lehet nagyokat jönni és bukni. Ugye, most már az összes jó együtt megy. Kis hibákkal is nagyot lehet esni vissza. A cél az az, hogy hozzam, amit tudok, mindent beleadjak igazából. Vitorlázásomat azt maximálisan kihozzam magamból, és meglátjuk, milyen kipisül ki belőle.